Sziasztok! Urbán Ágnes vagyok. Elérkeztünk sorozatunk következő részéhez, ahol tulajdonképpen elkezdünk edzeni egy nagyon kis finom lábedzéssel, startolunk. Az első gyakorlat a következő, az a padra lépés lesz. Mielőtt hozzálátunk a gyakorlatokhoz, nagyon fontos, hogy melegítsünk be, mint azt az előző részben is már említettük. Tehát emelgessük meg a lábunkat, rugdosd meg a feneked, körülbelül fél percig, aztán egy kis térdemelés, jó, magasra emeled a térdeidet, kifele nézzenek a lábak. Ezt is egy fél percig végzed, és végezzünk néhány guggolást. Jó, miután kellőképpen bemelegedtünk, jöhet az első gyakorlat, ami a padra lépés lesz. Fellépsz, a hátul lévő lábadat, visszafeszíted a lábfejedet, és jó ráfeszítesz a fenékre. Arra figyelsz fellépésnél, hogy a térded maximum a lábujjakig menjen, jó? Tehát próbálsz arra figyelni, hogy a lábszár függőleges legyen. Fellépsz, a hátul lévő lábad befeszíted, egyet lépsz, és ebből megcsinálsz 15-öt. A gyakorlat kivitelezéséhez egy térdmagasságú padot válaszunk, viszont hogy ez nagyon fáradtságos és nem tudjuk kivitelezni, mert még gyengék az izmaink, akkor választunk egy alacsonyabbat. Végezzünk 4 sorozatot, és a sorozatok között pedig nyújtsunk. A következőképpen merev lábas nyújtás, teljesen feszes a lábad, megfogod a bokádat és jó közel húzod magad. Ezzel lenyújtod a combhajlítod. Ezt megtartod 15 másodpercig körülbelül, aztán jöhet a combnak a nyújtása, megfogod a lábfejedet, zár a térd, egy vonalban vannak a térdek, csípőt picit magad alá behúzod, és hogy megtartod 15 másodpercig, elvézed mind a két lábra. Következő feladat az egylábas guggolás, ami tulajdonképpen padról felállás egy lábbal. A helyes kivitelezése a következő. Ugye itt is arra kell figyelned, hogy a lábszár próbáljon meg függőlegesen lenni. A másik lábadat felemeled, felállsz, aztán le. Ha ez nem megy, nagyon nehéz, nyugodtan letelted egy picit a sarkadat, és azzal segítve a felállásodat. Aztán idővel, amikor már könnyebb így, akkor próbáld meg mindig felemelni a sarkat. A gyakorlatot nagyon sem tud kivitelezni maximális erőkifejtéssel. Olyan padot válasz, hogyha leülsz, akkor párhuzamos legyen a combod a talajjal. Ez egy megfelelő magasság. Ha az túlságosan nehéznek bizonyul, akkor válassz egy magasabb padot, és innen próbáld meg elvégezni a gyakorlatot. 15-15 lábanként ugyanúgy, és a sorozatok között itt is 15 másodperces nyújtás végez az előbbiekhez hasonlóan. A következő gyakorlat a bolgárkitörés lesz. A következőképpen néz ki. Egyik lábadat felteszed úgy, hogy csak a lábujjaiddal érinted a padot. Az előlévő lábadnál pedig arra figyelsz, olyan távolságra tedd az előlévő lábadat, hogy függőleges legyen a lábszárad. És egészen lemegyünk vízszintig. Ilyen ritmusban, szépen rugózva, 15 ismétlést végezve. Itt is, ahogy az előző gyakorlatoknál és a sorozatok között, iktasd be nyújtás. 15 másodperc. A következő gyakorlat a guggolás lesz. Viszont mielőtt neki kezdenél akár Smith kereten vagy súlyokkal dolgozni, mindenképp tanuld meg és szokjál hozzá, hogy hogyan kell a guggolás magát végrehajtani helyesen. Tehát a következőképpen fogod tudni ezt kivitelezni. Kisebb terpesz, kifele néz a térd és a lábfej. Szépen feszesen tartod a felső testedet, felemeled a fejedet, és úgy guggolsz le, mintha leülnél egy székre, hátrafele pucsítod a fenekedet, és próbálsz arra figyelni, hogy itt is a térd ne menjen a lábujjak elé. Az a jó guggolás, és azzal fogsz tudni fejlődni, hogyha a fenekedet a térd alá tudod engedni. Innen pedig feljössz, szorítod a fenekedet, és még egyszer le, fel. A gyakorlat végrehajtása során figyelj rá, hogy ne dőlj előre a felső testeddel, és figyelj arra is, hogy végig egyenes legyen a hátad. Végig pucsítunk. Ebből is végez 4x15 ismétlést. Végezetül pedig egy vádi gyakorlatot fogok mutatni nektek. Mielőtt elkezdenéd azért a gyakorlatot gépen, vagy bármilyen súlyt használni, azért próbáld meg saját testsúlya kivitelezni a következőképpen.
választasz, vagy keresel magadnak egy steppadon, ráállsz a steppadra, támaszkodj meg valahol a kezeddel. Először is páros lábbal próbáld meg kivitelezni a gyakorlaton, úgyhogy a lábujjadra fölállsz, és szépen utána leengeded a sarkad jó mélyre. Ugyanolyan tempóban emelkedj fel, és ugyanolyan tempóban erezd le a sarkad. Ebből is végez 4x15 ismétlés. Hogyha ez túlságosan könnyűnek bizonyul, akkor az egyik lábadat ráteszed a másik térdedre, és egy lábbal emelgeted a sarkad, és leengeded. Jó magasra fel, és jó mélyre le. Miután végeztél, nyújtsuk le a vádlit, következőképpen teheted meg, megtámaszkodsz valahol, párhuzamosak a lábfejek, a hátul lévő lábadnak a sarkát jól lenyomod, megtartod 15 másodpercig. Ez volt a kezdő lábedzés első része. A következő részben további gyakorlatokat fogok nektek bemutatni. Végezzétek el ezeket a gyakorlatokat hetente 2x-3-szor.